Szokatlanul csendes a francia Riviera. A kikötőkben maradó luxusjachtokkal és tengerjáró hajókkal ellentétben a halászok kimennek a tengerre minden nap, mert számukra az április-június közti időszak a legfontosabb. A felszínen maradáshoz alkalmazkodniuk kell a járvány új valóságához. A szokásos ügyfeleink éttermek, de a leállás miatt elveszítettük őket. A fennmaradó ügyfelek magánszemélyek, nekik kell szállítanunk a halat. Reggel halászunk és délután szállítunk. Hosszú munkanap. Ezek a halászok forgalmuk mintegy felét elveszítették, ám továbbra is friss halat visznek az otthon maradt ügyfeleiknek, akikkel telefonon tárgyalnak. Vannak szép 700 grammosak, talán egy kilósak, de vannak kisebbek is. Munkanapokon hajnali 4-től este 9-ig szállítanak ki. A járvány idején kiváltság, ha ügyfelekkel lehet foglalkozni. A Földközi-tenger és a Fekete-tenger egyes részein a kis halászhajók több mint 90%-ának kellett beszüntetnie működését. A piac bezárása miatt az antibi halászok a fogást a kikötőben árulhatják. Kártérítést kapnak az otthon rekedtek a kiesett jövedelem miatt. Ez az EU egyik sürgősségi válságintézkedése. A halászok azonban inkább az óvintézkedésekkel együtt folytatják a munkát, és nem a kormányzati mentőövre várnak. Az igazat megvalva, márciusban otthon maradtam, mert féltem. Csak akkor tértem vissza, amikor láttam, hogy Antibében csökken az új esetek száma. Minél kevesebb emberrel próbálok kontaktusba kerülni. Én addig halászom, még a többiek itt árulnak. Támogatást kaptak, akik márciusban elveszítették a forgalmukat. Én is kaptam, de áprilisban már nem jelentkeztem, mert valamicskét keresek, még ha kevesebbet is. És hát jusson azoknak is, akiknek egyáltalán nincs bevételük. Itt Antibban és másutt az európai partvidéken sok halász igyekszik dolgozni, ám a halpiacok és a tenger gyümölcseit kínáló éttermek bezártak. Az ellátási láncok megszakadtak, és sok nagy hajó a kikötőkben veszteg el. Több ezer munkahely van veszélyben. Mit tesz az Európai Unió a szektor érdekében? Brüsszelből csatlakozik hozzánk az Európai Környezetvédelmi, Óceánügyi és Halászati Biztos. Virginijus Sinkevicius, köszöntöm. Üdvözlöm. Mi a helyzet Európában? Mennyire sújtotta a válság a halászatot? Még nehéz a végleges következtetéseket levonni. Ennek ellenére elmondhatjuk, hogy a halászati és az akvakultúra ágazatot jelentősen sújtotta a válság. A friss hal iránti igény drasztikusan csökkent. Nagyon fontos az ágazat segítése, tehát amikor a piac visszatér a megszokott kerékvágásba, az ágazat is akkor tud normalizálódni. Milyen intézkedéseket hoztak? Először is természetesen a tevékenységek ideiglenes beszüntetését, mivel a friss hal piaca drámai módon csökkent. Így egyértelmű, hogy néhány hajó nem folytathatja tevékenységét. Ezért a halászok is kénytelenek a parton maradni. A bizottság a munkatevékenységek ideiglenes beszüntetésének 75%-át fogja finanszírozni. Másodszor még mindig vannak kint halászhajók és akvakultúra gazdálkodók. Az ő alapvető termelésük megmaradt, a halaikat valahová tenniük kell. A tárolási támogatás tehát a második dolog, amely alapvetően segít abban, hogy ki tudják várni a jobb időket, és akkor tudják majd eladni, amikor a piac helyreáll. Harmadsorban az állami támogatást 120 ezer euróra emelték. A tagállamok gyorsan és proaktívan reagálhatnak, és közvetlen finanszírozással segíthetik a halászokat és az akvakultúra gazdálkodókat. Sok gazdaságnak kell eladnia vagy lefagyasztania a halakat. A vállalat 750 tonna tengeri sügért és tengeri keszeget forgalmaz.
A korábban ezeket felvásárló éttermek nem működnek, így most kereskedőknek adják el őket. Visszafogjuk az állomány növekedését, amíg a piac helyreáll. Így a termelés kicsit csökken, hogy a ketrecben lévő halak sűrűsége ne lépje túl az adott keretet. Ennek egyértelmű gazdasági hatásai vannak, mert a csökkenő termelékenység nekünk pénzbe kerül. Ezt nem tarthatjuk így fenn sokáig. A halfeldolgozó üzemeket is érinti a kereslet összeomlása. Forgalmának 80%-át veszítette el ez a gyár. Most csak pár takeaway helynek szállít. Közeleg a június, és a munkavállalók elveszítik részleges munkanélküli támogatásukat. Munkavállalóink 80%-a parlagon hever. Napi 5-6 ember jön dolgozni a munkától függően. Néha csak 2-3 órára jöhetnek, máskor meg egyáltalán nem. Még a fellendülés után is érezni fogjuk a hatását, a forgalom fele kiesik. Ezt a halat egy Cannes melletti gazdaságból vásárolták, és ebben a gyárban dolgozták föl az Európai Tengerügyi és Halászati Alap uniós támogatásával, amelyet a helyi halászati akciócsoport kihasznált az értéklánc működésének fenntartására. A feldolgozott halat ezután éttermekbe szállítják, amelyek még zárva tartanak, ahogyan Stefan Miso séf étterme is Fréjusban. Napi menüje tengeri keszek tejszínes mártással, ázsiai fűszerekkel, halbőr chipszel és mandulával. Ezt a helyi kórház személyzetének küldik. Ez 100 adag 100 embernek, akik úgy esznek, mint az éttermekben, de a kórházban, ahol dolgoznak. A halat kétféleképpen készítettük, filének és rozénak. Kemencében megsütöttük, olívaolajjal és fehér borral. És íme a vacsora. Egyre nagyobb a szolidaritás és a támogatás a halászoktól, Európától és a finanszírozóktól. És igazi öröm, hogy újra főzhetünk, kinyithatjuk a konyhát és hasznosnak érezzük magunkat. Ez fontos. Dolgoznunk kell. Örömmel hozunk jó termékeket, és az ügyfelek elégedettsége ösztönöz minket.